Sziasztok! Először is szeretném megköszönni nektek a sok e-mailt, a messenger üzenetet, a kérdéseket, amit küldtök nekem. Nagyon hálás vagyok érte, de mivel egyre többet kapok, és nem biztos, hogy mindent meg tudom rögtön azonnal válaszolni, ezért úgy döntöttünk a csapattal, hogy minden héten kétszer bejelentkezem, és így videó formájában fogok választ adni a kérdésekre. Lehet, hogy segít másoknak is, de az a lényeg, hogy te így online formájában fogsz választ kapni. Tehát térjünk is rá az első kérdésre. Kik jönnek el hozzám, mikor kell segítséget kérni? Igen. Kik jönnek el hozzám? Általában az ember megszületik, és elkezdi élni az életét itt a Földön, és egy idő után rájövünk arra, hogy mindig ugyanaz történik velünk. Ha példába kellene elmondanom, akkor mindig ugyanabba a lyukba esünk. Holott tanulunk a életünkbe, képezzük magunkat, eljárunk különféle tanfolyamokra, látjuk más emberek példáját, változtatgatunk az életünkbe nagyon-nagyon sok mindent, mégis egy idő után ugyanabba a gödörbe állunk, ahol eddig is voltunk. Miért van ez? Az ember a harmadik, negyedik gödör után elkezd gondolkodni azon, hogy vajon miért történik ez így mindig ugyanaz az én életemben. Azért van ez, ugyanis a szokásainkba élünk. Szokásaink rabja vagyunk, vagy én, ahogy szoktam nevezni, az ego börtönében élünk. Ez azt jelenti, hogy a életbe mindig minden az alapján a minta szerint, az alapján a hitrendszer szerint csinálunk, amit van benne a fejünkbe, amit mi megörökültünk a szüleinktől, amit mi láttunk gyerekkorba, és amit a mi agyunk gyönyörűen elraktározott. Tehát mikor kell segítséget kérni? Akkor kérnek segítséget az emberek, nagyon okosan, mikor rájönnek arra, hogy már megint ugyanabba a gödörbe estem bele. Lehet, hogy a életem másik területén, de a gödör, a probléma ugyanaz. Ekkor kell elindulni egy más látásmód irányába, technikák, módszerek nélkül, mutatom meg neked, mi az a generációs vonal, mi az a generációs hátizsák, amit te cipelsz magaddal egy életen keresztül. És mikor ezt a hátizsákot lepakolod, akkor van a megkönnyebbülés, és akkor tudod abban a pillanatban megnézni az életedet egy más szemszögből. Csatlakozz a YouTube csatornámhoz, hogy ne maradj le a következő epizódokról.